nem szeretnék háromszor annyit fizetni, az olyan fél évente fél millió forint lenne. Te hova jársz? Kurunc Egyetem tájépítészeti kar. És mennyibe kerülne ez a szak, hogyha fizetned kéne, azt már tudod? Nem tudom pontosan, 350 ezer forint körül hallottam. És ki tudnád fizetni? Biztos, hogy nem. Egészen biztos, testvérem Sopronba jár, az erdészeti karra, és nem bírnánk, tehát anya nem bírná azt, hogy két gyereket tanítson. Hogyan változtatnád meg a felsőoktatási törvény tervezetét? Hát ezt így kapásból nem tudom, de azt tudom, hogy ami jön, az borzalmas lesz. Ha mászterem fizetnetek kell, akkor mi lesz? Hát valószínűleg nem csinálunk. Ez a rökösködés azért igazságtalan, mert hogyha Magyarországon teremtenek munkahelyeket, akkor a legtöbben itthon szeretnének maradni alapvetően. Tehát nem mennék én se ki, hogyha itthon meg tudnék élni. Miskolci és az EGRI főiskolát összevonják. Földrajz történelmi szakot akarok majd végezni, és ingázni a két főiskola között nem lenne épp a legjobb. Ezt a hallgató és családellenes törvénytervezetet azonnali hatállyal vonják vissza! Miért kívánják a magyar fiatalokat a hitelfelvételek révén szándékosan eladósítani? Egyetemi városok hallgatóinak többsége utcára vonult. A szegedi demonstrációt megelőzően pedig 130 hallgatótársammal az éhségsztrájk passzív eszközét választottuk tiltakozásul. A rökközkötésről egyébként személyes véleményem az, hogy azon szakmák migrációját semmiképp nem fogja megoldani, amelyek versenyképesek az Európai Unióba. Egész egyszerűen a nyugati országok meg fogják venni azt a munkaerőt. Mindent elmond a Hoffman-féle koncepcióról az a tény, hogy egyáltalán, még ha csak kósza ötletként is, de felmerülhetett például a budapesti Corvinus Egyetem bezárása vagy feldarabolása. Azé az egyetemé, mely idehaza és külföldön egyaránt a minőségi képzéseiről, magas hallgatói elégedettségéről és szép eredményeiről híres. Még ha az új törvény legfrissebb tervezetet tartalmazza is a Corvinus, Óbuda, Győr és a többi érintett nevét, az továbbra is számol későbbi központi átalakítással, ráadásul a megváltozott felvételi, finanszírozási és működési feltételek maguk lehetnek kézi vezérlésű hóhéraink. 2010-ben a korábbi évek keserű tapasztalata után sokan abban bíztunk, hogy ezek a változások végre megtörténnek, hogy végre emberszámba vesznek minket. Kiderült, hogy az államtitkársága nincs ránk szüksége. Ki kell mondani, hogy felül kell vizsgálni bizonyos szakok és szakirányok, karok, sőt akár még intézmények fenntarthatóságát is. Ám e felülvizsgálat nem napi politikai csatározásokon, indulatokon, puszta gazdasági érveken, hanem csakis szakmai alapokon nyugodhat. Nem a hallgató sebéből kell kivenni azt az összeget, amiből be lehet foltozni a költségvetést. Végre az itt dolgozók is meghallják és megértsék, amikor együtt kiáltjuk, hogy elég volt, mert elég volt. Az elmúlt másfél év után egyértelműen látjuk, hogy a felsőoktatás házatáján rossz ácsokra és kőművesekre bíztuk az átalakítást, akik silány munkát végeztek. Ha omlik a vakolat, ha dőlnek a falak, és lassan fejünkre szakad a tető, nincs más megoldás, új szakembert kell hívni. Magyarázzál már annyit, jó? De mennyi, ne!